A stúdióban két nagyon kedves anyukát köszöntök nagy szeretettel, Katit és Zsuzsánát, szervusztok. És a téma, amiről beszélgetni fogunk, bármilyen érdekes, ugye a gyerekek. Tehát egy érdekes megközelítésben, mert hogy az EFS, ha jól mondom, egy elég komoly és fontos és hasznos program, diák cserékre ad lehetőséget, és a világ országaiból a gyermekek cserélődnek egy-egy évre, egy-egy hosszabb időszakra, és én gondolom, hogy ez a gyermekek számára, a fiatalok számára nagyon hasznos, nyilván egy adott korosztályt érint ez a történet, de az is érdekes, hogy ti szülőként hogyan élitek meg, és Zsuzsanna pedig, mint körzeti koordinátor, és ugye részt vesz ebben a programban, hogy egyáltalán hogyan jutottál idáig, hogy ebbe a programba belecseppentél, meg hogy fogadtál is gyermeket, meg talán küldesz is gyereket? Ez most mind lezajlott az idén. Tehát a tavalyi tanévben volt az én lányom Norvégiában cserediák, most már hazaérkezett, nagyon jól megtanulta a nyelvet, nagyon jól boldogult ott a közlekedéssel, tehát ott azért sokat repülőn kellett, hogy üljön, ami neki elég új dolog volt, hogy egyedül így közlekedni. Mennyi idős? 17 éves. Tehát a 16-18 éves korosztály szokott utazni nálunk, cserediáknak ebben az időszakban lehet elmenni. Erre jó felkészülni, hogyha valaki a gyermekét úgy gondolja, hogy elmeri küldeni, mert ha fogad először diákot a családjába, akkor utána a saját gyerekét, ha elküldi, akkor az ösztöndíjat fog kapni, és akkor nyilván sokkal kevesebbe kerül neki az az év. Mekkora a valószínűsége annak, hogy ha valaki szeretne ebbe a programban részt venni, hogy tevőlegesen bele is kerülhet? Tehát, hogy a gyakorlatban is működni fog az, hogy tud gyereket fogadni egy külföldi diákot, illetve hogy a saját gyermekének is ezt a lehetőséget biztosítani tudja. Hát ez tulajdonképpen csak a szülő múlik, hogy ad-e hozzá pénzt a gyereknek, hogy mi van az ő fejében, hogy elmeri-e engedni így önállóan 17 évesen. Egyébként azért, tehát ha gondol erre egy szülő, hogy ő elengedni, akkor általában azért megfelel a gyereke a kitételeknek. Szokott lenni minden kiutazás előtt kiválasztás, ami majd várhatóan novemberben lesz, és akkor egy olyan 120 diák szokott kiutazni a világ 80 országába, és akkor azt mindenki magának választja meg, hogy ezt magyarországi viszonylatban mondod, ezt a 120-at? Igen. Mi az alapvető célja ennek a programnak, és egyáltalán mióta létezik? Hát gondolom röviden is meg lehet ezt fogalmazni, hogy... Persze. Hát a világban 100 éve létezik, tehát az idén ünnepelték a 100 éves évfordulót az EFS-nél. Amerikai és francia katonák fogadták annak idején a háborúban egymás gyerekeit, és úgy gondolták, hogy ezáltal majd könnyebb lesz fönntartani a világbékét. Tehát így indult ez a program. Magyarország 1990-ben csatlakozott, tehát idén 25 évesek. És hát Nyíregyháza, az volt már Nyíregyházán körzet korábban is, de aztán az úgy elmúlt. És akkor most, hogy én így belecseppentem, úgy gondoltam, hogy megpróbálom feléleszteni, mert nekem nagyon tetszett, és nagyon, tényleg nagyon-nagyon pozitív volt ez az év Eszternek. És hát most aztán szépen fejlődünk. Tavalyi évben volt itt 7 diák,
Nyíregyházán, most lesz 10. És egyébként még azt szeretném elmondani, hogy még van, azt hiszem, 5 fogadásra váró diák. Tehát nekik még azért keresünk családot. Na hát akkor egy kis tapasztalatot adjunk hozzá, Kati segít nekünk, hiszen ő fogadó anyuka, hogy honnan érkezett a vendégetek, bár nincs túl sok időnk, de miket éltetek át együtt, mennyire hiszem, lehet könnyen belejönni ebbe. Nagyon könnyű belejönni. Egyszerűen szeretni kell a gyerekeket, legalábbis én nekem ez a meglátásom. Saját gyereket hány van? 3. A legnagyobb kislányom 17 éves, ő kezdett ezzel a programmal foglalkozni, és úgy cseppentem én is bele. Nálunk most jelenleg volt bő három hétig egy indiai kisfiú, aki a lányommal volt egy idős. Hát hihetetlen jó, most még mindig borzongok, hogyha visszagondolok rá. Nagyon jól érezte magát nálunk, mi is nagyon élveztük. Jöttünk, mentünk, beszélgettünk. A családban olyan változás történt, hogy az egész család elkezdett angolul beszélni, ami annyiban volt jó, hogy én például nem tudok angolul, de a gyerekeim igen, és ők elkezdték használni a nyelvet. Ugye, amit eddig az iskolában tanultak, azt igazából nem használják, és most muszáj volt. És az étkezések? Váltottatok nagyon egy picit indiaira? Igen. Megpróbálgattuk mi is az indiai fűszereket. Srajan csinált nekünk indiai teját, megkóstoltuk azt, hogy az milyen. Akkor próbáltunk úgy főzni, mivel az indiaiak ugye nem esznek húst, akkor egy kicsit mi is mellőztük a húst az alatt a 3 hét alatt, és kiderült, hogy nagyon-nagyon sok mindent meg lehet hús nélkül. Tehát ami számunkra elképzelhetetlen volt eddig, nagyon sok mindent meg lehet hús nélkül lenni, és nagyon finomakat főztünk. Maradtok-e a programban benne? Hogy tervezitek? Természetesen maradunk, sőt olyannyira maradunk, hogy már megvan a következő diák, aki 15 nap múlva jön, pont ma cseteltük le, hogy már csak 15 nap van, hurrá! Ő fiú, lány? És ő is egy kisfiú, ő 16 éves jelenleg, és Tájföldről érkezik hozzánk, Kemp a beceneve, és ilyen napi szinten megtaláltuk egymást a Facebookon, és napi szinten iragatunk egymásnak, és már nagyon-nagyon izgul, nagyon-nagyon várja, hogy mikor jöhet hozzánk, és mi is nagyon izgulunk. Akkor vele is angolul fog kommunikálni a család vélhetően. Egyelőre, de a célja a programnak pont az, hogy ő beilleszkedjen a magyar mindennapokba, és meg egész jól megtanulnak magyarul ez alatt a 11 hónap alatt. A tavalyi gyerekek például nyelvvizsgát is tettek magyar nyelvből. Ügyesek vagytok, ezt lehet akkor nektek így mondani. A beszélgetés végén Zsuzsannának szeretnék még egy kérdést föltenni. Azok a gyermekek, akik ennyi időt itt tudnak tölteni Magyarországon és ezen belül mondjuk Nyíregyházán, akik olyan szerencsések, és ilyen családokhoz kerülnek, ahol a családfő ilyen mentalitású és lelkes, igen, hogy általában milyen hírét viszik a városnak, vagy milyen élményekkel hagyják itt a várost? Szerintem jó élményekkel, tehát nagyon sok minden programot szerveztünk azért az egy év alatt. Bejártuk velük az országot, ugye kezdtük Budapesten, hát a hatalmas élmény nekik a Hősök tere volt, mikor ott feljöttünk a föld alattiból, és akkor, úristen, ekkora tér. Tehát nagyon, akkor ott nagyon meghatódott mindegyik, nem tudom, hogy miért, tehát nekünk már egy megszokott hely. És tehát úgy tényleg nagyon, nagyon sok helyre, tehát jártunk együtt tornázni, vagy elmentek hollókőre, megnézték ugye húsvétkor hollókőt, hogy ott milyen népszokásaink vannak. És ti például fogadtok-e? Én tavaly fogadtam egy japán lányt, az idén most azért nem fogadok, mert ez a 10 diák, ez rengeteg. Tehát itt 10 családot kell összetartanom, és szervezni a programokat. Te leszel mindenek fölött. A szülőértekezleteket, az összejöveteleket. Tehát mi tavaly azért kitaláltunk olyat, hogy minden nemzetet, kultúrát szeretnénk megismerni, akik itt voltak, és akkor a diák főzött egy vacsorát, és akkor elment az összes család az egyik családhoz. Utána mentünk a másikhoz, tehát minden hónapban megvolt, hogy kinél vacsorázunk egy nagyot. Majd ezekről az időpontokról szeretnék tudni a következő egyesztendőben, ha nem okoz túl nagy gondot. Én nagyon jó munkát kívánok nektek, és majd, hogyha kedvetek és lehetőségünk adódik erre, akkor szívesen visszatérünk a témára. És akkor még azt szeretném elmondani, hogy tehát ha valaki esetleg még fogadó családnak is szeretne jelentkezni,
akkor az AFS honlapján megtalálja a nyíregyházi körzetelnök elérhetőségeit is, és akkor lehet jelezni, és meg tudjuk beszélni, hogy esetleg milyen elképzelései vannak, hogy van-e még olyan diákunk, aki neki tetszene. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és én is mondom a kedves nézőknek, hogyha a televíziónkat keresik, akkor természetesen ebben mi is tudunk információt adni. Egy olyan ifjú hölgyet köszöntök nagy szeretettel itt a stúdióban, aki azon túl, hogy szép meg csinos, még okos is, meg emberséges is. Szervusz, Luna! Szia! Azért merem kijelenteni, mert csak amit le lehet már eddig írni rólad, amit elértél, amiben benne volt a kezed, ahol megfordultál, minden jel arra utal. A legfrissebb információ az, hogy az UNICEF gyermekbarát település programjának fiatal nagykövete lettél. Tehát nekünk ez így egyszerre szerintem így sok is, és egy kicsit el kell benne rendezni magunkat. Ugye jó lenne tudni meg végigbeszélni, hogy hogyan jut el valaki idáig, hogy hol kell jelen lennie, kikkel kell kapcsolatot tartania, milyen önkéntes munkákban kell részt vennie. Gondolom, hogy ezek voltak az alapok és a hátterek. Viszont mit jelent az, hogy te egy ifjú nagykövet vagy, és éppen ennél a csoportnál? Én ugyebben már háromszor képviseltem Nyíregyházát az Országos Ifjúsági Parlamentben, és a Csányi Alapítványban is tartottam már előadást hátrányos helyzetű fiatal gyerekeknek, és én pályázatokat keresgélek az interneten, és így találtam rá erre a pályázatra is, hiszen az UNICEF kétféle pályázatot írt ki, az egyik, hogy a fiatal nagykövetet keresik, a másik pedig, hogy Magyarország három legjobb gyermekbarát települését. És akkor úgy gondoltam, hogy ezt megpályázom, és két fordulós volt. Második fordulóra behívtak engem egy személyes találkozásra, ahol beszélgettünk, és azután egy héttel értesítettek engem, hogy engem választottak erre a címre. És utána egy hete körülbelül behívtak egy találkozóra, és beszélgettünk. Engem nagyon érdekelnek a gyermekjogok, és a gyermekek érdekeit képviselem, így az UNICEF által. És rengeteg munkám lesz, például majd az UNICEF rendezvényein is képviselni kell a fiatalokat, valamint az UNICEF gyermekbarát településeket is én is segítek majd kiválasztani. Azt mondtad, hogy kettő feltétel volt, vagy kettő pályázati tétel, hogy egy gyermekbarát több gyermekbarát települést kiválasztanak. Na most, ha te Nyíregyházáról pályáztál, ez azt jelenti, hogy te gyermekként itt jól érezted magad, és úgy látod, hogy ez a közeg a gyermekeknek alkalmas arra, hogy akár ezt a címet el is nyerje a település. Pontosan, viszont ebben az évben nem jelentkezett Nyíregyháza, így jövőre pedig jelentkezhet, de véleményem szerint nagy esélye van rá, hogy megnyerhesse, hiszen három települést keresnek, az önkormányzatok beadhatták ezeket a pályázatokat, és ebben leírják, hogy milyen a település, milyen a város maga, és hogy mivel segítik a gyerekeket. Te, mint fiatal nagykövet, azt gondolom, hogy valószínű nem lesz számodra újdonság, hogy utazni kell, beszélni kell, kommunikálni kell, kapcsolatot kell tartani, képviselni kell más emberek, ez esetben gyermekek jogait. Mikor csöppentél te ebbe az egészbe bele? Bár azt gondolom, hogy családi indítatás is van, és példa az ilyen jellegű tevékenységre. Nekem anya is nagyon kommunikációs beállítottságú, és így én is örököltem valamennyire őt tőle, és ezáltal így három éve ugyebár már képviselem Nyíregyházát a parlamentben, ott államtitkároktól, miniszterektől kellett kérdeznem, valamint... Tehát Kantimus kórussal is bejártam a világot, szóval vannak így már tapasztalatok. És esetleg külföldi csoportokkal is, nagykövetekkel kell kapcsolatot tartanod, kommunikálnod? Még ilyenről nem tudok, de majd minden eldől. Egyébként milyen nyelvet tanulsz? Vagy? Angol meg német. És melyik középiskolában jársz? Az Arany János. Mi leszel, ha nagy leszel? Még ez egy jó kérdés, de most leszek 11-es, de egyetemre szeretnék majd tovább menni. És jog, meg kommunikáció.
Most teljesen meglepődött szerintem mindenki, hogy ez a terület így vonz téged. Van-e testvéred? Van egy öcsém, 13 éves, ő úszó. Aztán ő is az aranyba jár. Azért is kérdezem ezt, mert ugye gyermekbarát település ifjú nagykövetnek lenni, szóval ez azért feltételezi, hogy sokat vagy, vagy saját korosztályod beliek között, vagy még fiatalabbak között, és mondjuk figyelemmel kíséred a mindennapjaikat. Hogyan éled meg te ezt a dolgot, hogy például van egy ilyen címed? Tehát lesz-e valamilyen elvárás tőled? Vagy kell-e valamit visszajelezned, vagy visszacsatolnod a megbízóid felé? Én ennek nagyon örülök, hogy ezt a címet megkaptam, hiszen rengeteg dolgom lesz majd a jövőben is. Egy évig fogom én ezt a pályát betölteni, ezt a címet, és utána pedig még szeretném majd képviselni így az UNICEF-et is, valamint szeretném majd segíteni a munkájukat. Tehát ezek a közeljövőbeni terveid, aztán ugye, ahogy mondtad, majd a jog és a kommunikáció a jövőben talán még belterjesebb lesz az életedben. Az országos ifjúsági parlament képviselője voltál, vagy. A te korosztályodban, Lola, szerinted mennyire nyitottak a fiatalok úgy, mint te, arra, hogy ilyenfajta közösség részesei legyenek, tagjai legyenek, hogy tevékenyen részt vegyenek ilyen alulról szerveződő csoportokban. Sajnos ezekről nem mindenki tud, meg nem. Én ugyebár interneten keresztül nézem ezeket a pályázatokat, és a világhálón találom meg őket. Én úgy gondolom, hogy az iskola is, tehát az én iskolám az mindenben segít engem, támogat engem, és rengeteg pályázatot mondanak ott is, hogy milyenek vannak, viszont ezt nem minden iskolába teszik meg, tehát kevesebb gyerek tud erről. És ezzel szerintem úgy is lehetne segíteni, hogyha az iskoláknak is mondanák, hogyha különböző honlapokon, Facebookban, vagy bármi ilyesmi is részt venne. Így, hogy most itt Nyíregyházán kiderül a városlakók számára, hogy vagy te nekünk, és hogy képes vagy arra, hogy gyermekek jogait is képviseld, vagy akár elképzeléseket felterjesz magasabb szinteken, kiktől várod, hogy keressenek téged, vagy kikkel beszélgetnél szívesen? Igazából nem várok el semmit, tehát én azt csinálom, ami a dolgom, és az UNICEF ugye vár majd a pályázatokat. Szeptember 22-én a MÜPA-ban lesz egy nagy rendezvény keretében fogják kihirdetni a három legjobb gyermekbarát települést, és augusztus végén majd lesz még egy gyűlésem is az UNICEF-nél, ahol össze fogunk ülni, és ott beszéljük majd meg valamennyi idő, amennyi adott rá az idő alatt. No, hát azért kíváncsian várjuk, hogy az elkövetkezendő egyesztendő alatt mit tudsz abból kihozni, abból a lehetőségből, amit kaptál, és amelyet most pozitív értelemben csak magadnak köszönhetsz. Úgyhogy egy nagyon jó munkát kívánok neked a következő egyesztendőhöz. Köszönöm és szépen. Természetesen köszönjük, hogy városunk jó hírét viszed ezúttal is. Szereted-e a fagyit? Nagyon. Na, hát akkor neked is mondom, és a kedves nézőknek is mondom, hogy jövő héten pénteken lesz a fagyi éjszakája, amikor nyilván majd kedveskednek a fagyizók, és reméljük azoknak, akik kedvelik a fagylaltot. Most egy kis ízelítő következik. Idén ismét megrendezik a fagylalt éjszakáját augusztus 14-én jövő héten pénteken. Ezt a kezdeményezést a májusi Magyar Kézműves Fagylalt Nap kistestvéreként tartják számon. Az előző évekhez hasonlóan a programhoz csatlakozó cukrászdák és fagylaltozók az átlagos nyitvatartáson túl éjfélig várják a vendégeket és féláron kínálják gombócaikat. A fagyizók önként jelentkezhetnek a fogadóhelyek listájára, az érdeklődők az interneten kereshetnek rá a megyei helyszínekre.
hiszem a következő témáról beszélve talán az egész műsoridőt kitölthettük volna, hiszen az alaptézisünk ugye, hogy jól működjön a szülő és a gyermek kapcsolata. Aki szülő, az talán egész életében azon dolgozik, hogy ezt fejlesztgesse és tökéletesíteni tudja. Vannak könnyebb és vannak nehezebb időszakok, amikor a szülő és gyermeke közötti kapcsolat nem biztos, hogy mindig a legtökéletesebben működik. Hogy ezen hogyan tudunk segíteni, vagy mire érdemes odafigyelni, mondjuk speciálisan a most terítékre kerülő időpont kiválasztásánál, és annak hatékony megoldásánál ehhez segítséget is hívtunk Levicki Mártát. Szervusz Márti, köszöntelek a stúdióban. Szervusz. Nos hát, amiről itt eddig ilyen rébuszokban beszélgettem, ugye az időszak, amikor már nem kicsi a gyermek. Mondjuk a felnőtt kor küszöbén áll. Így van, mondjuk a felnőtt kor küszöbén áll, és amikor már esetleg eljön az az időszak, hogy nem fogsz vele minden nap találkozni, már nem látod, hogy hogyan indul el iskolába, mi van rajta, mit visz magával, reggelizette, egyebek, hogyan hajtja álomra a fejét, mert hogy mondjuk kirepül a fészekből. És nem feltétlenül azért, mert önálló családot alapít, hanem egyszerűen sikeresen felvették egy felsőoktatási intézménybe, és elhagyja a családi házat. Sokan ezt tragédiaként élik meg. Én már találkoztam olyan anyukával, akire nem is lehetett ráismerni. Mik azok a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe véve, vagy amire kicsit jobban odafigyelve tudunk magunknak segíteni? Gyakorlatilag ez egy új életszakasz kezdete, és nem csak a fiatal, hanem az egész család számára. Tehát az addigi család egyensúlya fel fog borulni, hiszen egy tag kirepül. Ezt úgy is hívja egyébként a pszichológia, hogy üres fészek szindróma. Nyilván, amikor az első gyerek kirepül, nagyon nehéz, hiszen ez az egyensúly akkor borul meg először, amikor az utolsó, akkor meg azért, mert hiszen valóban üressé válik a fészek. Tulajdonképpen ez az az időszak, amikor szembesülünk az egész addigi gyermeknevelési tevékenységünknek az eredményével, hogy mennyire képes önálló életre a gyerekünk, és mi magunk mennyire tudjuk elengedni. A leválási folyamat hogyan tudott megtörténni, és mi mit tudunk kezdeni önállóan. A szülői szerep változik. Egy kicsit hangsúlytalanabbá válik az életünkben. Nagyon fontos, hogy a többi szerepünkben hogyan érezzük magunkat. De erre tudatosan készülni kell végig a szülői szerep folyamán. Mennyire tud nekünk ebben a szóban forgó gyermekünk segíteni? Vagy éppen az addigi kapcsolatunk lesz az, ami erre választ ad? Ez pontosan, nagyon nehéz erről általánosságban beszélni, hiszen minden családban más a helyzet, és itt jön be az, amiről az előbb beszéltem, hogy vajon ez a folyamat hogyan zajlott, nekünk magunknak mit jelent a szülői szerep, hogyan tudjuk ezt beilleszteni az énünkbe, illetve maga a család, ugye vannak kifejezetten teljesítményorientált családok, vannak érzelemorientált családok, de ez egy dimenzió mentén működik, tehát hogy melyik milyen mértékben dominál, hogy milyen elvárásokat támasztunk a gyerekeink irányában, ez nagy mértékben befolyásolja. Hogy mennyire hatunk, hogy mennyire tudunk hatni a gyerekre, az megint attól is függ, hogy mennyire hagytuk önálló döntéseket hozni, és mennyire fogadja el azt, amit mi javaslunk. Hogyha mindig próbáljuk visszaszorítani az ő önállósági törekvéseit, akkor lehet, hogy pont ez lesz az az időszak, amikor ő elkerül, hogy csak azért is szembe megy azzal, amit mi szeretnénk. Ha ez jó mederben zajlik ez a folyamat, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy a szülő segít meghozni egy döntést, hiszen a gyerek nem biztos, hogy elegendő információ birtokában tud mondjuk pályát választani, vagy egyetemet választani. Ha ez a kapcsolat jól működött egészen pici kortól, akkor a szülő ebben tud segíteni. Ha nem jól működött, akkor pedig lehet, hogy éppen most lesz ez egy ilyen töréspont. De fontos azt is kiemelni, hogy manapság talán nem annyira kritikus ez a pont olyan szempontból, hogy nem egy életre választunk szakmát. 30 évvel ezelőtt úgy választottunk egyetemet, hogy na, akkor itt ezt elvégezted, és akkor lesz egy munkahelyed, és ezt fogod életed végéig csinálni. Ma ez nem így van. Tehát az, hogy egyáltalán felveszik a gyereket, nem veszik fel, nem egy tragédia, mert vannak más alternatívák. Ha felveszik, de nem oda, ahová szerette volna, vannak átjárási lehetőségek a szakok között. És azon kívül, ha lesz egy diplomája, bőven van alkalma még az élete folyamán korrigálni
Tehát nem egy tragédia, hogyha ez nem feltétlenül úgy zajlik, ahogy elképzelte az ember, de itt a szülőnek nagyon komoly szerepe van. Tehát, hogy maga a szülő mit üzen a gyerekének, hogy ezt mennyire kell tragikusan felfogni, hogy neki nem sikerül egy felvételi, vagy nem oda veszik fel, ahová ő szerette volna. Nagyon nehéz dolog lehet az, hogyha egy nem mobil alkatú viselkedésű szülőnek mobilitásra kell a gyermeket nevelni vagy hangolni, hiszen a mai világ valóban erről szól. Állhat-e fenn egy olyan helyzet, Mártika, mondjuk, hogy van egy sikeres felvételi, ami együtt jár ugye a városból való elköltözéssel például, de a szülő és a gyermek közötti kapcsolat egyszerűen addig annyira szoros volt, hogy mondjuk az okozza éppen a tragédiát, hogy egy nagyon jól működő szoros kapcsolatot kell egyik napról a másikra másképpen felfogni, másképp megközelíteni, meg abba hagyni. Már itt korrigálnék, hogy a jól működő szoros kapcsolat az nem fér össze. Tehát a túl szoros kapcsolat az ebben az életkorban már nem megfelelő. Tehát ha magához láncolja a gyerekét a szülő, pont a szárnyait fogja levagdosni. És sajnos látni ilyet, hogy elkerül a gyerek egyetemre, és nem képes teljesíteni, mert egyszerűen nem képes önállóan létezni. Ezzel gyakorlatilag a gyereknek a lehetőségeit mi magunk korlátozzuk. A szülőnek ezt tudatosan szülők kell egész kicsi kortól tudnak ezek a szülők lenni. Segítséget kérni, akik felismerik, hogy akár nekik is segítségre van szükségük? Hogyne. Természetesen, hát azért vannak pszichiáterek, pszichológusok, és az a szerencsés, hogyha nem várják meg, amíg olyan állapotba kerül a fiatal, mert sajnos erre van nagyon sok példa, hogy kénytelen, tehát ott már bekerül pszichiátriára, nem egy ilyen eset van. Ezt azért jó lenne megelőzni. Ugye éppen azért beszélgettünk erről a témáról, mivel már augusztus van, és hát azért mindenféle típusú iskolában szeptemberben elkezdődik az oktatás. Mit javasolnál azoknak a családoknak, ahol most jött el az az idő, hogy mondjuk Budapestre, Egerbe, Veszprémbe, vagy Pécsre, vagy éppen Szegedre kerül a gyerek? Bízzanak a gyerekükben, és bízzanak a korábban elvégzett munkájukban. Egész egyszerűen többet nem tehetnek, nyilván távolról egy biztonsági hálót nyújtanak a gyereknek, hiszen az a tudat, hogy a gyereknek van hová hazamenni, ha bármi baja van, az bőven elég normál esetben. És egyébként meg hagyni kell, hogy ő most már az önálló életét élje, és a saját döntéseinek a következményeit tanulja megviselni. Mondjuk ez lenne a gyereknevelés feladata már egészen kicsi kortól. Tehát ez azt jelenti, hogy 18-19 éves korára egy fiatalnak, egy nagy gyereknek ezt a szintet már el kell érnie? Hát jó esetben igen. Tehát ezt meg kell tanulni, elfogadni a szülőnek is, hogy most már a gyereke önálló. Nyilván olyan szempontból kitolódik, hogy anyagilag ugye nem független a gyerek. Ebből nagyon sok feszültség szokott adódni. Nagyon sok szülő, amíg az én kenyeremet eszed, addig ismerjük ezt a szólamot, de az önállóságot meg kell adni a gyereknek, hiszen gyakorlatilag felnőtt. Augusztus van, de van még pár hét a hangolódásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Én is köszönöm. Műsorunk végén még egyszer néhány programra szeretném fölhívni a figyelmüket. Részleteiben is beszéltünk már ma a hétvégi Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztiválról. Mindenképpen látogassanak el, hogyha van erre a hétvégére szabad idejük. Ugyancsak ez a hétvége kínálja önöknek Európa legjobb söreit, kb. 70 féle sört kóstolhatnak meg az 5. Sóstó Sárfest keretében, és egy kis kulturális ajánlat is. Nyíregyháza Sóstóhegy képei című tárlatát mutatja be Bíró Tamás festőművész és designer a Váci Mihály Művelődési Központban. Ide is egész hónapban ellátogathatnak, a tárlat várja a látogatóit. Én már megköszönöm figyelmüket, és nagyon kellemes, nagyon hasznos időtöltést kívánok önöknek a hétvégére, viszontlátásra!